Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Kedves hallgatóink, megérkezett a stúdióba hozzánk Péntek Zsolt, római katolikus pap, akit nagy szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, örülök neki, hogy hallgatnak minket, és kíváncsiak a katolikus egyházra is ebben a szép ünnepkörben. Hiszen minden szentek halottak napja, ez a témánk és ez adta a beszélgetésünk témáját, ez évről évre felmerül, hogy bizony ez két különböző nap van, de mindig az van, hogy melyik is van előbb, melyik van később, mármint hogy minden szentek az egyik nap, a második az a halottak napja, a második a halottak napja. Igen, igen. A minden szentek a november elseje. No de a beszélgetés célja is az, hogy egy kicsit az ünnep hátteréről beszélgessünk. Kezdjük talán tényleg a Minden Szentek napjával, hogy egyáltalán mit ünneplünk Minden Szentek napján? Minden szenteknek, ugye, hogy a nevében is benne van szenteket, tehát olyan emberi életúttal rendelkező embereket, akik a haláluk után a mennyországban élnek, mennyországban vannak. Rengeteg olyan szent van, akinek nincsen hivatalos naptári ünnepnapja. Főleg a legelső évszázadokban a vértanúknak az ünnepe volt ez, mert hogy minden egyes vértanút, aki az életét adta a hitért a római üldöztetés során, azokat szentként tisztelték, és később évszázadok folyamán nem csak a vértanúk, hanem a többi szentet is együtt ünnepeljük ezen a szép napon. Kit neveztek szentnek, kik a szentek? Ha ezt a kérdést teszem föl, erre hogyan lehet választkodni? Régebben, ugye, ahogy említettem, legelőször a vértanukat, később már a szép szent életű és szentség hírében meghalt jámbor embereket. Általában ugye a közvélekedés azt tudja, hogy a szentekhez csodák tartoznak, tehát azokat szokták szentté avatni, akikhez csodák köthetőek, tehát tudjuk, hogy csoda történt az életükben, de nagyon egyszerűen úgy is meg lehet fogalmazni, hogy valami keresztény értéket, életpéldát úgy megéltek, ami számunkra is fontos, és példaként állít elénk az egyház. Összefoglalva, akit az egyház azt mondja, hogy a mennyországba jutott, ez az, amire azt szokták még mondani, hogy a hit és erkölcs dolgában a katolikus egyház tévedhetetlen, a tévedhetetlenséget a szenti avatáskor gyakorolja az ünnepélyes formában, tehát tévedhetetlenül azt mondja, hogy ez az ember a Jóistenhez került. Vendégünk ebben az órában Péntek Zsolt, római katolikus pap. A Minden Szentek napja kapcsán beszélgetünk, meg a Halottak napja kapcsán, de akkor a Minden Szentek után térjünk rá a Halottak napjára, hogy az november 2-a, de itt miről vagy kikről emlékezünk meg a Halottak napján? Hát ugye vannak olyan hozzátartozóink, szeretteink, akikről nem tudjuk, hogy hova jutottak, és imádkozni szeretnénk értük, hogy jussanak a mennyei hazában, hogy ők is jussanak a mennyországban. Tehát nem csupán a szentek közbenjárását kérjük, ugye ez a minden szentek, hanem minden elhunyt szerettünkért is szeretnénk imádkozni, hiszen úgy valljuk és úgy hisszük, hogy ők is élnek még, nem ezen a földi világon, hanem a túlvilágon, de hogy a tisztulás állapotából, hogy ha volt valamilyen bűnük, vagy valamilyen nehézségük az életben, azt le tudják tenni, és megtisztulva a boldogság hazájába, a mennyországba tudjanak jutni. Ha a szokásokról kérdezem, hogy minden szentek napjához milyen szokások köthetőek, hát rögtön mindenkinek az jut eszébe, kimegyünk a temetőbe, mécsest gyújtunk, gyertyát gyújtunk. Nagyon jól mondja, ez egy nagyon szép ősi keresztény szokás. Magyar területen ez volt legjellemzőbb. A fény és a gyertyagyújtás az örök életet, az isteni világosságot szimbolizálja. Érdekes, hogy sokan nem tudják, hogy a virág az pedig nem annyira, az protestáns és főleg német, inkább német eredetű szokás, tehát a magyar vidékeken régebben virágot nem vittek, hanem a utolsó 100-150 évben kezdett el meghonosodni, hogy virágot is viszünk a halottakhoz. Tehát ez a szokás köthető akkor ma... Igen, vannak ezt... régi néprajzi szokások, amiknek én is utána néztem, hogy a szegényeknek például a koldusoknak régebben vittek kenyeret, akik a temető bejárata körül voltak, azoknak vittek koldus kenyeret, hogy ők is imádkozzanak az elhunytakért, és hogy kifejezzék az adakozó lelkületet. Ez főleg szegedi szokás a szegedi környéken. Rádiónk vendége Péntek Zsolt, római katolikus pap, a Minden Szentek és a Halottak napja a témánk. Egyházi ünnep? Mind a kettő, vagy csak az egyik?
Hát ünnepelni azt tudjuk, aki a Jóistennel kapcsolatban van. Tehát minden szentek, a szentek az ünnepnap, az fő ünnep és kötelező ünnep a katolikus egyházban. A halottak napja az emléknap, tehát ott nem tudjuk, hogy ott vannak-e, hogy hol vannak, ezért azt nem tudjuk megünnepelni, hogy ő nekik szenvedniük kell, mert hogy a tisztulás állapota az egy szenvedés, az egy nehézség. Hogyha röviden kellene tényleg megfogalmazni, hogy akkor mi is a különbség a halottak napja és a minden szentek napja között, akkor valamennyire már választ kaptunk, de tényleg egy-két mondatban összefoglalva. Tulajdonképpen három részre osztjuk mi a hívők közösségét, az emberek közösségét, akik itt a Földön élünk, mi küzdelemben élünk, küzdünk a jóért, mi ezt nevezzük küzdőegyháznak. Azoknak, akik meghaltak, azoknak pedig két csoportjuk van. Van, akik még tisztulnak a tisztulás állapotában, őket nevezzük szenvedőegyháznak, ez a halottak napja, és vannak, akik már a mennyországba jutottak, ők a szentek, ők a megdicsőült, a dicsőségben, Isten dicsőségében élő egyházak, tehát ez a három csoport is egymásért tudunk imádkozni, főként a tisztulás helyén lévő emberekért. Milyen gondolatokat mondana még így a hallgatóknak, így a minden szentek kapcsán? Azt szeretném mondani, hogy fontos, hogy elengedjük a halottainkat, de nem úgy engedjük el, hogy a semmibe, hanem a Jóistenhez engedjük el. Két nagyon nehéz dolog a gyászban és a halottakkal való kapcsolatban az, hogyha valaki nem tudja tovább élni az életét, és annyira ragaszkodik az emlékekhez, hogy szinte bezárkózik az életében. Biztatok mindenkit, hogy merje az Istenre bízni az elhunyt szeretteit. Nem csak elköszönünk, hanem az Istenhez engedjük a szeretteinket, és az emlékekben emlékezzünk azokra a szép pillanatokra, amik mint mennyei kincsek várják az ő érkezését, és a Jóisten beszámítja ezeket a szép pillanatokat az ő boldogságához a mennyei hazában. És ön pedig készült még egy verssel is? Igen, készültem egy verssel, amit nagyon szeretek, ugye a temetéseken is néha felolvasok. Arany János verse, ez a címe Juliska sírkövére. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézte bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon indult nem földi utakon. Egy volt közös, szent végaszunk, a lélek él, találkozunk. Én azt gondolom, egy tökéletes végszó, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk. Köszönöm szépen én is.